Unta magát és mosolygott a tárgyaláson a Terész körúti robbantás vádlottja, és bár a bíró többször is kérdezte őt, van-e valami kérdése, észrevétele, egészen a tárgyalás végéig nem mondott semmit. Akkor is csak arról érdeklődött, hogy mikor lesz vége már az egésznek. Ma a robbantásban megsérült rendőrök tettek vallomást. V. László és A. Szabina részletesen elismerték, hogy miért nem volt nekik gyanús a kapuajban lévő táska, mit érzékeltek a robbantásból, mi történt a detonáció után, és milyen sérüléseket szenvedtek. Elvenni a kezéről a bilincset, és tessenek helyet foglalni. Elsőként V. László az egyik járőr tett vallomást, aki elmondta, a robbantás napján a Blaha Lujzatér és a Nyugati pályaudvar között szokásos járőrszolgálatot láttak el. A robbantás előtt semmi különösre nem figyeltek fel. A bíró kérdésére, hogy a kapuajban található táska nem volt-e számukra gyanús, azt felelte nem, hisz tudták, hogy egy hajléktalan szokott ott éjszakázni. Ott volt a táska, és ugye haladtunk mellette, akkor történt a robbanás. Földre került, és mint mondta, a robbantás pár tized másodpercét perceknek érezte. Elkezdtem keresni a társamat, megláttam, hogy eszméletlen vérző sérülései vannak, próbáltam rajta segíteni. Ja, amit láttam, legsúlyosabb sérülés az a nyaki vagy koponya alapi sérülése. Ott a vérzést próbáltam csillapítani. De László is megsérült, koponyája hátsó részén a fejbőrébe fúródott egy szeg, dobhártyái beszakadtak, hátán keresztül a mellüregében repesz darab hatolt, ami még most is ott van, évente kell ellenőrzésre járnia miatta. Egy szeg pedig a vastag belét lyukasztotta ki. László járőrtársa elvesztette az eszméletét, így a robbantásból semmit nem érzékelt. A rendőrnő az orvosi papírokból tudja, hogy epilepsziás rohama volt. Van egy koponya alapi törésem, egy 3 centis koponya csont hiányom. A kis agyamban azt mondják, hogy egy 8 centiméteres szög állt bele, illetve a jobb fülem megsérült. A jobb fülemben a hallócsontok elmozdultak, tehát a dobhártyám az épp. A vádlott, míg hallgatta a vallomásokat, mosolygott. A bíró kérdésére, hogy min, azt felelte, tetszik neki a rabosítási képeinek vetítése. A bíró arról is érdeklődött, van-e valami kérdése. Volt. Hogy mikor lesz vége? A mai tárgyalásnak, vagy az ügynek? A bíró nem mondott konkrét időpontot a robbantónak, a tárgyalás szerdán folytatódik.